Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Cél a természetközeliség, több újítást is terveznek a Szálkai strandon. Fejlesztés Tamásiban újabb 30 külterületi háztartásban lesz vezetékes ivóvíz. Kiemelkedő érettségi eredmények, átlagon felül teljesítettek a Garai János gimnázium diákjai. Tűzgyújtási tilalom, az egész ország területére vonatkozó korlátozást rendeltek el. Szeptember 1-ével több beruházás is kezdetét veszi a Szálkai strandon. Pálffy János polgármester elmondása szerint a fejlesztések célja a környezet védelme és a természetközeliség megtartása, hiszen az odalátogatók elsősorban a csend és a nyugalom miatt választják a település adta lehetőségeket. A nagy hőségben sokan döntenek úgy, még hétköznap is, hogy inkább a vízpart mellett töltik a napjukat. A Szálkai strand is a fürdőzők egyik népszerű helyszíne. Van, aki azt mondja, nyáron legalább hetente egyszer ellátogat a vízpartra. Jó a környezet, gyönyörű a strand, büfé, megfelelő minden, nincsenek olyan sokan, mint Domboriba, és jó minden, mi megfelelő. Ahogy eddig, a jövőben sem szerveznek rendezvényt a vízparton. A településen a környezet szépségére és a természet adta lehetőségekre alapoznak. Az elmúlt időszakban mégis több olyan téves információ is terjedt a strandról, melyeknek egyáltalán nem volt igazság alapja, mondja a polgármester. Külön le akarjuk betonozni az egész strandot. Például, hát ez abszurd. Mi, aki a környezetre vigyázunk, és aki a településre ide látogat, az a környezetről beszél állandóan, hogy milyen szép, meg milyen rendben van. Ugye Virágos Magyarország első díjat is nyertünk, és akkor most azt mondják, hogy akarjuk betonozni a strandot. És akkor ezt fürdekek a Facebookra, és hát ez sajnos néhány ember erre, de fel is ül. Úgyhogy ezek ilyen tévinformációk, mit cáfoljuk. Szeptember 1-től több fejlesztés is kezdetét veszi a Szálkai strandon. Ennek részét képezi többek között a partvédelem. Ahol ilyen akácfacölöpök lesznek leverve, és természetközeli megoldás fog megvalósulni. Ezen lesz egy deszkaterítés, amire majd le lehet ülni, és be lehet lógatni a lábunkat a vízbe. Ezen kívül 2500 köbméter homok lesz beszorva a területre, és ezzel hát tulajdonképpen pontos az iszapozás ellen fogunk tenni, hogy az keményebb legyen az alja, és ne legyen iszapos. A harmadik, a bejárók lesznek teljesen kicserélve, és ilyen rozsdamentes bejárók fognak lenni a strand területére. Pálffy János hozzátette, hogy a beruházások célja továbbra is a környezet védelme és a természetközeliség megtartása. Áramkimaradást okozott egy földkábel elszakadása több utcában Szekszárdon hétfőn délután. A műszaki hiba az Előhegyi városrészt érintette, egészen pontosan az Újfalusi, Akácfa és Cserhát utcák környékét. A szolgáltató szakemberei a szóvivőjük tájékoztatása szerint nem egészen egy óra alatt hárították el a bajt. Hasonló eset történt vasárnap kora este is. Akkor egy gázvezetéket vágtak át véletlenül a Petőfi Sándor és a Mátyás Király utca kereszteződésében. Oda tűzoltókat is riasztottak, akik lezárták az érintett városrészt, amíg a helyreállítás zajlott. Ismét földi szúnyogírtás lesz szerdán, akkor esti órákban Szekszárdon. A kiuttatott készítmény csak az arra érzékeny rovarokat pusztítja el, az emberre, házi állatokra veszélytelen. A megyei jogú város vezetése azt kéri a helyiektől, hogy a szabadban szárított ruháikat szedjék be a gyérítés megkezdése előtt, és érdemes a klímát is kikapcsolni a munka befejezését követő egy óra hosszára. A 8000 lakosú Tamási külterületi részein százakat érint az a több mint 400 millió forintos beruházás, amelynek köszönhetően ivóvízvezetéket építenek ki. A munka jól halad, a tavaly őszóta tartó fejlesztés az utolsó üteméhez érkezett. Hamarosan Öreghenyén veszi kezdetét az a folyamat, amelynek köszönhetően ott is elérhetővé válik a vezetékes ivóvízszolgáltatás. Tamásiban Öreghenyén 30 háztartást érint az az ivóvízhálózat kiépítés, amely 436 millió forintos támogatásból valósul meg. A 2021 őszén kezdett projekt részeként a város 6 külterületi része közül az utolsó helyszínen is hamarosan elkezdődnek a kivitelezési munkálatok, tudtuk meg a város polgármesterétől. Ivóvízhálózat kiépítése, valóban az utolsó ütemnél tartunk, Öreghenye a külterület neve, ahol hamarosan elkezdődnek a munkálatok,
Itt 60 embert érint, és közel 30 háztartást. Azt is fontos elmondani és hangsúlyozni, hogy Öreghenye szegregátum terület, tehát különösen hátrányos helyzetű. Ezért is nagyon fontos, hogy az itt lakók számára elvigyük a vezetékes ivóvizet. A kivitelezési feladattal megbízott cég mintegy 2600 méter nyomvonalon fekteti le azt a vezetéket, amelyen keresztül ennek a település résznek is megoldódik a vízellátása. Előre láthatólag útlezárással nem kell számolni az itt élőknek, hangsúlyozta a kivitelező cég ügyvezetője. Szeretnénk augusztus hónapban elkezdeni a munkálatokat, de legkésőbb mindenképpen a szeptemberi hónapban, és nyilván azok a munkálatok, amelyek érintik az erre közlekedőket, az itt lakókat, és hát nyilván a naponta erre közlekedőket. Én azt gondolom, hogy a vonalas létesítmény kivitelezési munkáihoz kapcsolódó kellemetlenségekkel kell számolnunk. Én gondolatom szerint olyan fennakadást, amely bárkinek áttervezésére, az életvitelének, vagy a munka kapcsolatának, munka végzésének az átszervezésére szolgál, beleértve akár az őszi betakarítást is, nem kell, hogy számoljunk. Tamási külterületi részén, Öreghenyén legkésőbb 2023 elején elérhető lesz a vezetékes ivóvízszolgáltatás. Időközi választást tartottak Alsónánán július 3-án, melyen Berta Levente László független polgármester jelölt nyerte el a szavazatok többségét. A rendkívüli voksorásra azért volt szükség, mert Kollár László, a település korábbi polgármestere, hosszú betegség után februárban elhunyt. A posztért hárman indultak, Berta Levente László 209, Kollár Máté 143, Szeteli Gergőné pedig 14 szavazatot kapott. A településen élő szavazásra jogosult 568 személyből 369-en adták le voksaikat. Az utóbbi évek legjobb érettségi eredményét produkálták a Szekszárdi Garai János gimnázium végzős diákjai. Az intézményben folyó magas színvonalú oktató-nevelő munka eredményét a kiváló emelt és középszintű érettségi bizonyítványok mutatják a legjobban. Az iskola érettségi átlaga a négy végzős osztály tekintetében 4,59. Kitűnő eredményeket értek el a Szekszárdi Garai János gimnázium érettségiző diákjai. Az intézmény fennállásának 125. évfordulóját így méltóképpen ünnepelhették a garaisták az elballagó osztályok kiemelkedően jó átlagával. Helyman Józsefné, intézményvezető elmondta, a tanulók számára különösen jót tett, hogy a pandémia elmúltával újra élhettek közösségi életet, és csapatépítő iskolai rendezvényeken is részt vehettek. Az intézmény tanulmány átlaga 4,45, tehát közel 4,5, ez egy nagyon jó átlag. Ennél már csak az érettségi átlag magasabb, amelyik 4,59, tehát közel 4,6, és majdnem iskolatörténet is született. Az iskolatörténetet egy 2016-ban végzett osztályunk tartja 4,83-as eredménnyel, érettségi eredménnyel, és az idei 12. osztályunk ezt nagyon megközelített, 4,82-vel. Az emel szintű érettségi eredmények, melyeket független bizottság értékelt, sokkal jobban sikerültek, mint a középszintűek. Ez azt is mutatja, hogy a diákok megállják a helyüket a nehezebb próbatétel esetén is. Nagyon szép eredményekről tudok beszámolni, úgy, hogy ne felejtsük el, a most érettségizőknek közel 2 év úgynevezett covidos időszak volt. Beigazolódott az, hogy ahogy akkor tanítottunk, tehát mi gyakorlatilag kontaktórák keretében tanítottunk akkor is, tehát az órákat ugyanúgy megtartottuk, csak nyilván más körülmények között. Szerencsére az idei évben sikerült megerősítenünk az oktatást. Az intézményben a 101 érettségizőből 96 fő tanul tovább a felsőoktatásban, ez a tanulók 95%-át jelenti. A legtöbben, 27-en a Pécsi Tudományegyetemet választották. Gyümölcs és ajándékcsomagok átadása gyermekotthonban élő fiataloknak, elektromos ágyak beszerzése a Tolna megyei Balassa János Kórháznak és a Szekszárdi Idősek Otthonának kerékpár szervizpontok telepítése szálkán. Csak néhány azok közül a jótékonysági akciók közül, amiket a Tolnai megyeszékhelyen működő Rotary Klub tagjai tavaly valósítottak meg. Az elmúlt esztendő eredményeiről a karitatív szervezet leköszönő elnöke Németh Gyula számolt be a Rotary hagyományos Kárta ünnepségén szombaton. A Szekszárdi Rotaryt mostantól 2024-ig Serdán János vezeti majd.
Újra növekvő tendenciát mutat a koronavírus fertőzéssel diagnosztizált esetek száma hazánkban. Bár a betegség lefolyásának súlyosságában a szakemberek nem tapasztaltak változást, de egyes betegeknél nem zárható ki, hogy a vírus komolyabb tüneteket okoz. Az esetleges megbetegedés elkerülése érdekében fokozott elővigyázatosságra intenek a szakértők. Az utóbbi hetekben egyre többen panaszkodtak a koronavírusra jellemző tünetekről. Nem csak hazánkban, hanem a világon is emelkedő tendencia figyelhető meg. Újabb hullámról még nem lehet beszélni, viszont jó, ha elővigyázatosak vagyunk, hogy elkerüljük az esetleges megbetegedést. Szerencsére súlyos, szövődményes esetek nincsenek, de több betegem is keres, hogy belázasodott, náthás lett, elkezdett köhögni, és valami gondolattól vezérelve azért csinált egy gyors tetszet, és pozitív. Sőt, olyan betegem is volt, hogy bejött hozzám teljesen más panasszal, például még egy véres széklettel, tovább küldtük a kórház felé, hiszen ez olyan eset, ami azért potenciálisan veszélyes lehet, és további kivizsgálás kell, és ott hívtak, hogy köszönik szépen, elkezdték a vizsgálatokat, de amúgy mellesleg a beteg pozitív. A házi orvos azt mondja, hogy a vírusnak ma már nincsenek olyan kirívott tünetei, mint a kezdetekkor. Nem mindig jár magas lázzal és köhögéssel a fertőzés. Viszont egy kis náta, fejfájás vagy gyengeség, és ritkább esetben hasmenés elővigyázatosságra adhat okot. Mi annyiban vagyunk elővigyázatosak, hogy időpontra jönnek a betegek, maszkot megkövetelünk, és időben próbálom elkülöníteni a felső légúti is lázas betegeket. Időben elkülönítünk a többi más betegtől, mindenkit megvizsgálunk most már, viszont próbálom a többi beteget is védeni. A szakember azt javasolja, hogy a higiéniára a vírustól függetlenül is ügyeljünk. A gyakori kézmosás elengedhetetlen, és nagyobb tömegrendezvények alkalmával érdemes maszkot is húzni. Július 2-ától tűzgyújtási tilalmat rendeltek el az egész ország területére. A szigorításra a kánikula és a szárazság miatt volt szükség. A hétvégén két esethez is riasztották a tűzoltókat Tolna megyében. Bonyhád külterületén a lekaszált fűszéna gyulladt ki, Gyulajon pedig avar kapott lángra a melegben. Országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, mely magában foglalja, hogy tilos tüzet rakni erdőkben, fásításokban, illetve azok 200 méteres körzetében található külterületi ingatlanokban. Továbbá nem engedélyezett a gaz- és parlagégetés sem. Köves Péter, a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője úgy nyilatkozott. A legtöbb esetben emberi hanyagságból eredően alakulnak ki erdő és bozót tüzek, ugyanis mezőgazdasági vagy bicikli utak mellett rendszeresek az eldobált sikkek. Feltétlen tartsuk be gyakorlatilag a tűzgyújtás általános szabályait. Ezek a legfontosabbak, hogy mindig csak akkor a tüzet gyújtsunk, amekkorát mi magunk is tudunk kezelni. Mindig legyen a közelünkben a tűzirányítására szolgáló eszköz, tehát egy vasfél vagy lapát is megteszi gyakorlatilag ezt a szerepet. Legyen mivel eloltanunk, tehát legyen ott a közelben egy vödörhomok, föld vagy víz, akár egy tűzoltókészülék is, ha feltámadna a szél, ezt azonnal oltsuk el a tüzet, valamint bizonyosodjunk meg arról, hogy nem tud már visszagyulladni. Tolna megyében is rendszeresen előforduló problémát okoznak a tarlótüzek. Csütörtökön délután 300 négyzetméteren égett le a vasúti partoldal növényzete, a Pécset-Budapesttel összekötő vasútvonal 1167-es szelvényénél. A lángokat a Tamásiból érkező tűzoltók fékezték meg. Számolban kifejezve ez úgy néz ki, Tolna megyében 122 szabadtéri tűzesethez vonultak eddig a tűzoltóink, tehát ez bőfél év leforgása alatt. 64 hektárnyi terület az, ami gyakorlatilag a tűzmartalékává lett, ez, hogyha átszámoljuk nagyságrendileg, ez 94 focipályának a területének felel meg. Tehát azt gondolom, hogy ezek így már eléggé szemléltetők ezek a számok. Fontos, hogy tűzgyújtási tilalom alatt még az erdőkben erre kijelölt helyen sem szabad tüzet rakni. Regionális híreink következnek. 4 betű, 3 szám, 45 millió variáció, új rendszámok kerülnek az autókra Baranyában is. 3 ujját is visszavarták a páciensnek Pécsen, helyreállt a vérkeringés, indulhat a rehabilitáció. Az áldozatokra emlékeztek Balatonkeresztúron, 2 gyermek és 18 felnőtt hunyt el 20 évvel ezelőtt. Július 1-től érkeznek az új korábbinál hosszabb rendszámok, amelyek fokozatosan felmenő rendszerben váltják fel a régieket. Baranya megyében pénteken adták át az első darab 4 betűből és 3 számból álló egyedi azonosítóval ellátott táblát. Egy hazánkban élő holland család női tagja vehette át a rendszámot a Baranya megyei kormányhivatal főigazgatójától.
Érkezik az első ügyfél, aki új típusú rendszámot kapott. Az autókereskedés képviselőivel vették át ezt az azonosító táblát a Baranya megyei kormányhivatal kirendeltségén pénteken. Egy Magyarországon élő holland család női tagjának új autójára kerül a rendszám. A baranyai Somogyhársányról érkezett a tulajdonos. Az biztos, hogy meglepetés volt, mert csak tegnap hívták, és akkor mondták, hogy lehetség az van, hogy átveszem az első rendszám. Mondom, jó van, akkor átveszem, mert azért már nagyon vártam az új autó is, és akkor már nem kell várni a hétvégése, és hát örülök neki, hogy át tudtam venni. Július 1-től adják át hazánkban a kormányablakokban az új típusú rendszámokat. A főszabály szerint már mindenki ilyet fog kapni. Az új kombináció 4 betűből áll, és 3 számból, és ezek a rendszámok mindig a területi leosztásnak megfelelően ami ide Baranyába jutanak, megfelelően haladunk sorban a kiadás során. Fontos megjegyezni, hogy nem kell lecserélni a rendszámokat, tehát mindenki, akinek 3 betű, 3 számos rendszáma van, az ugyanúgy forgalomban van. Alapvetően az új autó vásárlásához jár az új típusú rendszám, de lehet kérni is a cserét, ez 8500 forintba kerül. Lesznek egyedi rendszámok, sárga háttérrel a taxik, az elektromos autók zöld háttérrel kapnak új rendszámot, és továbbra is kérhetők majd egyedi kombinációk is. A 4 betűből és 3 számból álló azonosítóból 45 millió variáció lehetséges. Így sokáig nem kell majd változtatni a magyar rendszámtáblák most bevezetett új formátumán. Esélyt kapott egy orvosi bravúrnak köszönhetően az a férfi, aki 3 ujját is levágta egy faaprítógéppel. A baleset után Pécsre szállították a sérültet, ahol az ilyen eseteket ellátó szakemberek a késsebészeti klinikán visszavarták a végtagrészeket. A helyreállítás olyan jól sikerült, hogy helyreállt a vérkeringés az ujjakban, remény van azok használatára. Az eset 10 napja történt, most hozták nyilvánosságra a sikert látva. A sérült zalaegerszegi férfi már otthon lábadozik, készülhet a rehabilitációra. A műtétet vezető sebészt kérdeztük a bravúros beavatkozásról. Fahasogató géppel dolgoztunk. Rossz helyen volt a kezem, rossz időben, és 3 ujjamat levágtam. Az egyetemi tévének nyilatkozik ez a zalaegerszegi férfi, aki balesete után a pécsi kézsebészeti klinikára került 10 nappal ezelőtt. Itt bravúros műtéttel visszavarták mind a 3 ujját és a leszakadt tenyér részét. Ma már otthon lábadozik. A 8 órás operációt dr. Kromek Lóránd végezte. Az országos mentőszolgálat Pécsre szállította a sérültet, egy kooperáció nyomán természetesen, és ezek után megtörtént ez a műtét, ezt úgy hívjuk, hogy replantáció, és hát úgy tűnik, hogy egyelőre sikerre jártunk, él a végtag, élnek az ujjak, él a kéz, hogy ennek milyen lesz a funkcionális eredménye, az majd a jövő fogja meghozni, de bizakodóak vagyunk ezzel kapcsolatban, és úgy tűnt, hogy a beteg is nagyon elégedett. Ma már olyan mikrosebészeti beavatkozásra képesek a szakorvosok, ami reményt ad arra, hogy újra használhassa a kezét a páciens. Ilyenkor az innak, az idegek, az erek helyre vannak állítva, helyreállítjuk őket mikrovaratokkal, de hogy ezek mikorra fognak működni, az egy másik kérdés, ezek sokkal-sokkal később. Ennek megfelelően egy hosszú rehabilitációra lesz szükség, úgyhogy majd meglátjuk. Ritka az ilyen replantáció, amikor 3 ujjat is vissza kell varni, tudtuk meg a szakorvostól. A műtét sikeressége pedig függ a szövetroncsolódás mértékétől, az erek állapotától többek között. Dr. Kromek azt mondja, ha valakit hasonló sérülés ér, akkor a levágott ujjat steril kendőbe kell bugyolálni, zacskóba helyezni, majd jeges vízbe rakni. Nem szabad mély hűtőbe tenni, mert a benne lévő víz megfagy, a jégkristályok nagyobb térfogatuk miatt szétroncsolják a sejtek falát, így károsítva a levágott szövetrészeket. A roncsolt szövetek miatt pedig nem menthető a levágott végtagrész. 2 gyermek és 18 felnőtt hunyt el a 20 évvel ezelőtti Balatonkeresztúri buszbalesetben. Az áldozatokra emlékeztek a tragédia helyszínén. 2002. július 1-én hajnalban megpördült, majd felborult, és a tetején állt meg egy lengyel zarándokokat szállító busz.
A baleset áldozataiért emelt haranglábnál a mentésben résztvevők emberfeletti munkájáról is megemlékeztek. 20 harang jelzi az áldozatok számát a 7-es út Balatonkeresztúri körforgalmánál. Itt történt napra pontosan 20 éve a lengyel zarándokokat szállító busz tragédiája. Erre emlékezett beszédében Lengyelország budapesti nagykövete, aki arról is szólt, hogy a helyi magyar közösség segített az áldozatokon. Ezért rendkívül hálásak vagyunk nekik. Nem fogjuk elfelejteni. Köszönjük szépen. Imádkozunk és emlékezzünk meg a lengyelekről és a magyarokról. A lengyel zarándokok Medjugorjéba tartottak, amikor bekövetkezett a tragédia. Az évfordulón nem csak az áldozatokra emlékeztek, hanem a mentésben résztvevőkről is szóltak. Mint azt Soltész Miklós államtitkár beszédében elmondta, emberfeletti munkát végeztek a mentősök, a tűzoltók és a rendőrök. Volt olyan kisgyermek, akit órákon keresztül rendőr, tűzoltó és egy mentő magyar nyelven, magyarul mesélve, magyarul beszélve hozzá, tartott életben, tartotta benne a lelket, mindaddig, amíg ki nem tudták szabadítani a roncsok fogságából. Egyéni élethelyzetek, egyéni történetek, de mégis a közösség erejét mutatta, hogy akkor mind orvosok, mentők, mint pedig rendőrök, tűzoltók, mint pedig az ideérkező egyházi személyeink is, papjaink is, milyen módon próbáltak fizikai és lelki segítséget nyújtani azoknak, akik ennek a szörnyű tragédiának áldozataivá váltak. 2002-ben már létrehoztak egy emlékhelyet a baleset helyszínén, a körforgalomnál. 2019-ben felújították a haranglábat, és egy szobrot is állítottak. Ez a Medjugorjei Máriát ábrázolja. A lengyel zarándokok odautaztak, amikor a tragédia történt. A Balatonkeresztúri körforgalomnál a tisztelet virágait is elhelyezték az emlékezők a busz tragédia 20. évfordulóján. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Cél a természetközeliség, több újítást is terveznek a Szálkai strandon. Fejlesztés Tamásiban, újabb 30 külterületi háztartásban lesz vezetékes ivóvíz. Kiemelkedő érettségi eredmények, átlagon felül teljesítettek a Garai János gimnázium diákjai. Tűzgyújtási tilalom, az egész ország területére vonatkozó korlátozást rendeltek el. Kedden hideg front érkezik térségünkbe, erősödő északnyugati széllel. A nap első felében nagy részt még napos, csapadékmentes idő lesz, délután a növekvő gomoly felhőzetből szorványosan egyre több felé alakulhatnak ki záporok. Napközben még hőséggel kell számolni, éjszaka kelet felé vonul a zivatarokat adó csapadéksáv, mögötte fokozatosan kitisztul az ég, több felé élénk marad a szél. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!